Abban az időben Jézus betért Kafarnaumba. Mikor meghallották, hogy a házban van, hirtelen annyian összejöttek, hogy még az ajtó előtti téren sem fértek el. Ő pedig hirdette nekik az igét. Közben hoztak egy bénát, négyen cipelték. Mivel a tömegből nem tudták eléje vinni, kibontották fölötte a tetőt, és nyílást készítve engedték le a hordágyat, amelyen a béna feküdt. Hitüket látva, Jézus így szólt a bénához. Fiam, bűneid megbocsátotta. Néhány írástudó is ült ott. Ezek ilyen gondolatokat forgattak szívükben. Hogy beszélhet ez így? Káromkodik. Vajon ki más bocsáthatja meg a bűnöket, mint egyedül az Isten? Jézus pedig lelkében rögtön észrevette, hogy így gondolkodnak. Azt kérdezte, mit gondolkodtok ilyeneket magatokban? Mi könnyebb, azt mondani a bénának, bűneid megbocsátottak, vagy azt mondani, kelj föl, fogd az ágyadat és járj. Tudjátok hát meg, hogy az emberfiának van hatalma a földön a bűnök megbocsátására? Ezzel odafordult a bénához, mondom neked, kelj föl, fogd az ágyadat és menj haza. A tüstént fölkelt, fogta az ágyát, és mindenki szeme láttára elment. Mindnyájan ámultak, dicsőítették az Istent, és mondták. Ilyet még sohasem láttunk. Nagybőjt második vasárnapja van. Az evangéliumban arról hallottunk, hogy Jézus Kafarnaumban bement egy házba. És olyan sokan akarták hallani, hogy még a ház előtti téren se féltek el. És így kerül Jézus Krisztus elé egy béna ember, akit négyen hoznak. És mivel nem tudnak Jézushoz férni, ezért fölmennek a palesztinai szokás szerint lapos tetővel épített házra, amelyet rendszeresen használtak közösségi alkalmakra, és megbontva a tetőt, a háznak a tetejét megbontva, eresztik le Jézus Krisztus elé a béna embert. Az evangélium azt mondja, hogy Jézus a hitüket látva fordul oda a béna emberhez, és gyógyítja meg először a bűneit, aztán pedig a betegségét is meggyógyítja. Jézus a hitüket látva szólítja meg ezt a különleges közösséget, a hitüket. Hirtelen nem is tudnám, hogy most a négy cipekedő embernek a hitét, vagy a bénának a hitét. Azt gondolom, nem is fontos most különösképpen. Az a fontos, hogy a közös hitüket, hogy közösségben vannak, egységben vannak, együtt akarnak valamit. És ebből nagybőjt lévén, egyházban lévén eszünkbe kell jusson az egyháznak a közössége. Soha nem magánügy a hitem. Soha nem csak magamért vagyok felelős. Soha nem csak az az igazán érdekes, hogy én mit akarok és mit teszek. Az ember nem sziget, nem különálló valami, hanem egy közösségnek vagyunk a részesei. Isten közösségre hív, közösségből terem bennünket, és közösségre hív bennünket, embertársainkkal, és majd önmagával. És azt gondolom, hogy ez az öt ember ezt mutatja nekünk nagybőjt második vasárnapján, hogy te, aki most ezt a történetet olvasod, hallgatod a tanítást, te is közösségre vagy hívva. Neked is az a dolgod, hogy megtaláld a közösségedet, és ebben a közösségben halld meg Jézus Krisztusnak a hozzád szóló hangját, tanítását. Mert Jézus Krisztus hozzád is szól, személyesen téged szólít meg. Közösségben élünk, Jézus személyesen szólít meg bennünket. Fiam, bűneid bocsánatot nyertek, kelj föl és járj. Test és lélek egysége. És ez az ember, ez a béna test és lélek egységeként találkozik Istennel. És a mai ünnepünk, nagybőjt második vasárnapjának
szentje, Palamas Szent Gergely ezt tanítja, hogy te ember, ha képes vagy fölkelni és járni, képes vagy a bűneiddel szembenézni, képes vagy erőfeszítést hozni közösségben, akkor találkozhatsz Istennel. Megtapasztalhatod Isten működésében, energiájában, létében. Már itt a Földön. És ha ezt megteszed, akkor fogsz tudni járni. Immár egészségesen, testben és lélekben, Jézus Krisztussal az örök élet felé.